Az Erős Lajos Református Általános Iskolában rendhagyó módon emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A diákok vetélkedőn vehettek részt, amelynek állomásain különféle feladatokat kellett megoldaniuk. Vas Judit, az esemény főszervezője elmondta, hogy milyen jellegű fejtörőkkel, ügyességi feladatokkal készültek a mai napra, s hogyan záródik majd a megemlékezés. Iskolánkban a mai napon emlékezzünk meg nemzeti ünnepünkről, március 15-éről. Hosszú évek kihagyása után végre újra rendhagyó módon akadályverseny formájában fogjuk megrendezni ezt az eseményt. Ez azt jelenti, hogy 9 órától egészen 11 óráig 14 csapat, összesen 14 helyszínen fogja körforgásszerűen váltani egymást, és ott feladatokat oldanak meg. A csapatokat úgy alakítottuk ki, hogy minden évfolyamból válogattunk be gyerekeket, első osztálytól 7. évfolyamig. A csapatversenynek ez a formája azért is jó, mert azon kívül, hogy a gyerekek kimozdulnak a megszokott környezetükből, megismerik az osztályon kívüli társaikat is, illetve megtanulnak együttműködni, figyelni egymásra és segíteni a másikat. A 8-os tanulóink pedig az önállóságot gyakorolják, hiszen őket már egy-egy állomásra segítőként osztottuk be a pedagógusok mellé. A különböző helyszíneken érdekes, változatos feladatokat igyekeztünk kitalálni. Lesznek gondolkodtató feladatok, keresztrejtvény, szókereső, képrejtvény, játékosabb feladatok, kincsvadászat, társasjáték, illetve digitális feladatok, zenés, rajzos feladatok is várják a gyerekeket, és természetesen a kézműveskedés, mozgásos ügyességi feladatok sem maradhatnak el. Az esemény zárásaként pedig egy flashmobbal készülnek az erős diákok a lovasszobornál, ahol közösen fogjuk elénekelni a nemzeti dalt. Azt gondolom, hogy nekünk pedagógusoknak kiemelt feladata kell, hogy legyen, hogy tudatosítsuk a gyerekekben, hogy mennyire sorsdöntő jelentőséggel bírt a magyarok történelmében 1848. március 15-e. Egy ilyen különleges napnak a megszervezésével méltó módon hozzájárulunk ehhez. 9 órától elkezdődtek a versenyek, s minden csapat útnak indult az egyes állomások helyszíneire. Nézzük, hogyan birkoztak meg a diákok a feladatokkal. Itt ennél a helyszínnél több csoportban fogok dolgozni. Az első asztalnál fognak dolgozni az első-második osztályos gyerekek. Dóri segítségével csápót fognak hajtogatni. Itt a második asztalnál dolgoznak a harmadik-negyedik osztályosok. Ők keresztelkét fognak megoldani. Itt pedig az utolsó asztalnál Dénes segítségével pedig egy betűrejtvényt oldanak meg a felsősök. Jó, így helyezkedjek el. Ezt az egyik lapot, a felső lapot felhajtod ide ennek a végéhez. És oda felhozza. Teljesen felhozza. Azaz. Ünnepnapkor ezt tűzik ki a házat. Jól érte. És most jól húzd oda. Még jobban. Azaz. Most fordítsd meg. És ezt a részt is hajtsd hozzá ehhez. Ugyanúgy, mint az előzőt. Nyugodtan, teljesen hajtsd fel azt a részt. Úgy, mint azt nézd, ennyire. Még kicsit már feljebb, ahhoz menjen hozzá, látod? Mindenkinek először ugye majd felváltva dobni a különböző győztes csatahelyszínekbe egy-egy labdát. Jó, ha nem sikerül, akkor újból dobod. Ezzel teljesítettétek a feladatot. És még ugye a dicsőséges tavaszi hadjáratnak a helyszíneit kell majd keresni a papír alapján. Úgy van sorrendbe téve, ahogy győztek a honvédei. Ez könnyű. Úgy van. Úgy. Figyelj oda. Nagyon jó. Látjátok? Ó, milyen. Na, az az egy a legutolsó. Nem? Nagyszerű. Jó. Ügyesek. Jó. Akkor ide teszem a lovacskát. Ezt nézd csak egy rakjuk, válasz ki egyet, és hogy milyen legyen a sörénye. Jó. És vagy. Jó. És akkor nálunk el. Na próbáld. Ügyesen átugat. Jó, akkor aki betűhálót húz ki, azt mondhat egy párat. Olvastok fel egy párat. Kard, igaz? Csata, nem látom olyan messzire.
ágyú, huszár, ünnep. Jó? Azért Petőfi Sándoron kívül mást is. Jó? Tehát a betűhálósok segíthetnek majd egy kicsit a szófelhősöknek. Édes emberek, a kifejezésének 1848. március 15-ével kapcsolatosan. Mondjatok. Csak kifejezések. Virág. Kokárda. Kokárda, nagyon jó. Aztán. Zászló. Nagyon jó az zászló. Szobak, cserkarc. Nagyon jó, hogy összik a hóbél. Nagy ügyesek voltak, hogy készenjük szépen. Jó, na milyen, Tomikám, milyen kifejezést tudtok még, amire... Szobak, cserkarc, egy szó. Jó? Na, tudtok el. Márti? Mondhatod. Ünnep, nagyon jó, ünnep. Nemzeti dal. Nemzeti dal. Nagyon jó. A tanulók jól vették az akadályokat, minden állomáson helytáltak. A gyerekbe ilyen, annyi meg mindenki szépen és figyeljetek rám, illetve átadom a szót Bolizsának, az egyik segítőmnek. Köszönjük szépen. Ezen az állomáson a kincskeresés kell csinálni, és majd Nóri fogja mondani, hogy milyen tárgyakat kell keresnetek. Keresnetek kell valami pirosat, a magyar zászlót, valami fehéret, egy kokárdát, egy esernyőt, valami zöldet, egy könyvet, amiben van kép a szabadságharcról, egy sárga tulipánt, a 15-ös számot és egy huszat. Hát menjetek, nézzetek szét a tanteremben, keresétek meg a magyar zászlót, a huszát, a könyvet, amiben van szó. Padóban nem rejtettek semmit, szekrényhajtókat sem kell kinyitni, az, hogy megtartani. Nem van egy huszát, Lúrihoz kell menni azzal, amit megtaláltatok, mert ő fogja kipipálni, ami megvan. Hogy neveznétek az első elemet és a másodikat? Mi ez? Kor. Kar. És a második van kart. Kar. Kor. Rajzolok még kettőt köréje, hogy ne legyen olyan árva. Három színből áll a kokárda. Kívül piros, beljebb fehér, a közepe pedig zöld. Így színezem ki a három kis kört. S hogy miért így színezzük ki őt? A piros jelenti az erőt. A hűségé lesz a fehér. A zöld pedig maga a remény. Legelsőnek meg fogunk nézni egy videót az 1848-49-es forradalomról, utána pedig együtt elszavaljuk a nemzeti dalt. Március 15-e nemzeti ünnep. Nagyon régen az itt élő embereknek egy császár parancsolt. Ez a császár sajnos nem volt jó és igazságos uralkodó. Nagyon sok ember szegénységben, elégedetlenségben élt. Egy napon, éppen március 15-én egy pár fiatalember elhatározta, hogy ennek véget kell venni. Ezeket a fiatalembereket úgy hívták, hogy Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és Vasmári Pál. Most az a dolgotok, hogy a megkezdett kirakót folytassátok. Itt van, amit meg van
megmondom őszintén, hogy sokkal könnyűbbnek gondoltuk. Hát állva dolgoztak eddig le. Nagyon kell nézni hozzá a szöveget, mindenki alakuljon, mert van ugye ismétlődés. Itt már nagyon jól látszik, az, ahogy a galériának a fehérsége is segít, illetve a szöveget meg a verszakokat próbáljátok nagyjából behatárolni, hogy hova fog jönni. A vetélkedőt követően az erős diákok a Huszár emlékműnél folytatták a megemlékezést, ahol közösen elénekelték a nemzeti dalt az 1848-as hősök tiszteletére.